Sziasztok, Ati vagyok. Napkorról, az MX Kelet pályáról hallgattam a barátaim tanácsára, ezért eljöttem egy edzésre. Kornél fogja tartani az edzés, nekünk ma lesz vele is egy kis beszélgetés bevágva. Sziasztok, Dorogi Bence vagyok, és itt vagyunk az MX Kelet motocross pályáján napkoron. És itt van velünk Németh Kornél, aki edzést tart, és az a kérdésünk felé, hogy miért jók ezek az edzések? Hát először is, mert én tartom. Másodszor pedig megtanulnak a srácok motorozni, helyes technikát, elindulás, fékezés, a helyes technikája fékezésnek, a helyes kigyorsítása, a motorkezelés. Tehát testtartás nagyon fontos a motoron, hogy biztonságban érezzék magukat a srácok a cross pályán, illetve az erdőbe. Milyen hosszú szokott lenni egy ilyen edzés? Különböző hosszúságok vannak, a reggeli PV edzésünk, így elneveztük PV-nek, csak 2 óra volt. A felnőtt edzések általában 4 óra, amikor tartunk egy hosszabb pihenőt, szünetet közte, főleg nyáron akkor 5 órások szoktak lenni. Köszönjük! Most a bemelegítés részét csináltuk, volt már egyensúly, gyakorlás, balansz, egy kezes körbe járás, nyújtózás, váll és kar bemelegítés. Most ez a feladat. Nem tudom, milyen neve. Jó, markolatokat árulom, ez direkt azért csinálom. Van egy csomó markolat. Semmilyen. Állva. Mit csinál? Hát belülről engeditek nagyon. Belülről kerüljük, igaz? Petinek a kérdésére válaszolva, nem belülről, hanem kívülről kerüljük. VB nyomot csinálunk. Mi az a VB nyom? Világos. Oké. VB nyom gyakorlatilag az ideális ír. Azt szoktuk mondani, na ez VB. Elsőnek nehezebbnek fog, sokkal nehezebbnek fog tűnni. Miért, Attila? Én nem tudom. Ugye mivel nagyobb, ezért már szinte egyenesbe kell dönteni a motor, amit az amatőr, illetve a kezdő pilóták nagyon nehezen tudnak megoldani. Ugye a kanyar még messze van, de már döntöm a motort. Miért jobb? Mert a kanyar közepétől, illetve sokkal előbb tudod kezdeni adni a gázt, és sokkal nagyobb tempóval tudsz begurulni. Péter. Jó? Jó. Sokkal nagyobb tempóval tud begurulni, és még mindig állva, jó fiúk? Kupulat próbáljuk. Nem az volt a feladat, 3 gumi között, az első kettő mellett belül, a másik kettőn kívül. VB-s nyomon elfordulni nekem kuplunggal kettőbe. Igen, de állva. A kollégáról beszélek, hogy oda is álltam direkt, de akkor is mindig beleül. De milyen ez a nyom, nehéz? A közepe ugye egyszerű. Lata 20-as nyom volt? Igen, próbálom. De mit? Ilyen csúsztatós dolog ez, tehát ilyen közepén kell egy pillanatra belecsípni, ha megkülönben megáll. És azt mondom, hogy enduro motorral el tudsz fordulni, mert akkora lentkerék van rajta, hogy viszi. De azért a cross motor az magas kompresszió, kis lentkerék, pillanatot lefúj. Szerintem tapasztalhatjátok, hogy a beszéd az kimarad ma. Nagyon sok oxigénre van szükségem.
felső féket húzod, amit beszéltünk hátul? Húzzál tovább akkor. Ja. Szerintem nektek mindhármótoknak az, hogy a felső fék húzás, a közepfék. Már húzom a gázt, próbáljuk azt ki. Húzom a gázt, de a féket még mindig húzom. És csúsztatom az ujjamat le róla. Csúsztatom, féket húzom. Ahogy a gázra csúsztatom. Igen, húzom, és csúsztatom az ujjam, és húzom a gáz. A gáz húzom. Húzom, és emelem le. És engedem ki. Húzz a teljes gáz. És rakom. Hát ez messze van. És rakom vissza. Nem így megyek, egyenesbe. Uh-huh. Így megyek, egyenesbe. Egyenesbe? Persze. Uh-huh. Ja, jó, nekem mindig rajta van az ujjam. Ahogy ne erdőbe, persze. De nem. Hosszpályán nincsenek állatok, tudod. Hát miért? Van két kerekük. De nekem, hogy a Garcia megy az enduro teszten, az erdőbe, csőgázon, nincs neki csőgázon rajta az ujja, vagy pedig az egekbe néz így. Mert innen fék, gázadás, hát ekkora a gáz. Ha nem rakod vissza, akkor mutatsz fel, hogy ugye rakod. Új végén meg nem tudod húzni az utolsó perccel. Nem szabad. Fölnyitom, hogy mit csinálom, nem látja itt a motor. Azt mondja, ebben az időben motorozni, nincs már kicsit hideg hozzá. Hát mondom, az egyik szét a kocsit mondom. Nem tudom, mit akart mondani, hogy... Nem barátkozni akart ő? De hát, de cross volt a kocsiban, nem? Úgy volt, ahogy most kinyitottam. Ezt nincs egy kicsit hideg ez, tudod? Ja, hát este igen, este nem jó. De napközben tökéletes. 9 fok. 9 fok volt. Fenék, dől a motorra, rosszba, állva. Túl, nem is él a lábam. Állva. Ó, hát én balansra ment. Igen, és? És ne enged a kormány. Kinyújt. Felsőtös lejjebb. És megyek balra. Balra? Ja, az az. Hát de akkor egész testen megyek balra, ugye? Fent is. Felsőtös kifelé néz állva. Így. Pucsítani, mint a TikTokon, vagy mi? Jó, ez nyújtva. Igen. Úgy. Ez is. Ez nem. Lehet állítani kellene a váltó, mert például nem hagyja, hogy kinyújtsam. Most a gyakorlat. Ilyenben. Igen, ez nyújtva van. Igen. Úgy van. És felső test, picit kifelé néz. Igen. Úgy, és nézze, hova mész. De engem néz. Úgy van. Körülbelül ez. Ki kellene nyújtanom ezt? Arra, támaszkodj erre. Így. Arra támaszkodj, erre a kezedre. Úgy van? Úgy van. Igen. Így kéne befelé menni. Aha. Egy pár év is meg lesz. Igen. Mert azt érezted, hogy most a motor akar menni arra. Abba a pillanatban, hogy állj föl, és a csípőd tekered erre. Igen. Amit ugye akarjuk, hogy menjen a motor arra, abba a pillanatban nézd meg. Így befordul. Tudlak tart. Most fenék befelé néz. Melyik befelé? Ebbe az irányba? Mindig amerre mész, igen. Azok igen. Odaéd. És húznod kell. Dőlsz egyből, persze, hogy aha. Húzod vissza feleket, azzal a térdeddel tartod a motort, és nem is kell szinte tartanod. Hm. Tehát kifelé saját magad ellensége vagy, ha a csípőt tekered kifelé. Uh-huh. Ez, amikor fordulsz például ilyen felfelé, ilyen oldalazó, nem oldalazóban, hanem mész fölfelé valahova, és meg akarsz fordulni lassan, akkor ez a gyakorlat, hogy ezzel tartod a motort, hogy ne dőljön be. Hogy tartom? Nyújtott lábbal? Nem, be van hajtva. Be van hajtva, ez van nyújtva? Így, igen, ez. Aha, de ez triál. Ja, hát ez jó. Forduló, amikor az erdőbe fordulsz meg valahol, ugye ne dőljön el a motor be. De az egy más gyakorlat, mert lassú, és nem akarod, hogy itt éppen, hogy azt szeretnéd, hogy dőljön el a motor. Uh-huh. Ott pedig, hogy állva vagy, és hogy ne dőljön el. Így van, mert hát ott ledőlsz. Uh-huh. Képzeld, egy falra mész föl, és fordulsz meg uh-huh. a falon. Persze, ezzel tartod az egész motort, hogy ugye ne dőljön el. De itt meg épp az, hogy minél jobban dől, annál gyorsabb vagy a kanyarban. Uh-huh. Mi a feladat, Cornél? Húsz meg, és három kör áll. Miket neved le? Ja, marad. Elhajtottam a váltókaromat. Rakd be így, azt háromba menj végig. Jó.
Megéreztétek a végét? Elején. Kemények voltatok. Köszönöm. Azért ez nem volt egyszerű a vége. Na ki szeretné kipróbálni a DRZ-t a pályán? Na kilométer számlát azt levetted. Sose volt. Nem volt? Ah, nem. Hát ezen napi számláló van, ez LDRZ. Az mit jelent? Enduro. Üzemórát mér? Üzemórás. Ennyi volt a mai szentencia. Január, én úgy gondolom 15-ig, most az elmúlt pár évben úgy szokott lenni, vagy úgy volt, 15-ig még úgy lehetett árnyékolni. Ha szerencsénk van a januárit megcsináljuk, hanem kiadjuk január, február, és akkor március, de egyet még megpróbálunk beiktatni. Mi az az árnyékolás? Hát... Értem, csak ma én itt nem láttam egy ilyet se. Jó, tehát nem tudom, mibe fontam bele az árnyékolást, a potorodunk majd. Kifingott be? Műveletbe is szálltam. Tényleg? Hát tudom, hogy adját nézzük. Begyaloglok én. Van láptartom. Itt az utolsó egy percben még beérünk, ne halljunk meg, jó? Miért halnánk meg? Szóval ebben a videóban én nem tudtam beszélni, szerintem megértitek. Kiköptem a tüdőmet, német Hornél edzésén voltam napkoron. Összevágunk belőle egy rövid videót. Beálltam crossok közé az enduróval. Mondták a többiek, hogy nem biztos, hogy fogom bírni a napot. De barátom Gyuszi azt mondta, hogy mindenképp az a lényeg, hogy végig kell csinálni. Remélem, majd tetszeni fog. Sziasztok!